30 éves születésnapját ünnepelte szombaton a Vaskakas Báb Színház. A Györkőc Fesztivál szervezőjeként is ismert intézmény még a Győri Városi Báb Színház néven alakult meg 1991-ben. Azóta szüntelenül szórakoztat minden korosztályt, emlékezett vissza Kocsis Rozi, a Báb Színház igazgatója. Megesküdtem az élő Istenre, hogy nem sírok. És az a helyzet, hogy de sírok már most. A születésnap alkalmából megtelt a teljes nézőtér, olyanokkal, akik nélkül a Vaskakas nem tartana most itt. Az igazgató az alapítástól kezdve vette sorra az ott dolgozókat, elérzékenyülve mesélte a róluk szóló történeteket. Adela Moldovánt nagyon-nagyon boldogan és szeretettel üdvözlöm, és más írók is, ami marionettmesternőnk volt. Az, hogy a Vaskakas Báb Színház az ősi tagjai merészelnek egyáltalán marionettet a kezükbe venni, az szinte egyedülálló az országban, mindenki rettek tőle. Persze tanulunk most is, meg tanítanak marionettet is, de úgy, ahogy Adél, hol vagy Adél? Ott van, szia Adél, ott integet fejében, igen, ő Aradról jött, Adela Moldován nemzetközi hírű marionettmesternő, és rengeteget tanultunk tőle. Hát elárulom, hogy amikor 3 hétig sétáltunk a marionettbábbal kis deszkákon, akkor nem volt annyira nagyon lelkes a társulat. Kocsis Rozi beszéde után dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere mondott ünnepi beszédet, hosszasan sorolta a Báb Színház díjait és elismeréseit, sőt még tovább is bővítette ezt a listát. Kocsis Rozi asszony részére a Vaskakas Báb Színház színvonalas működése érdekében végzett munkája egyúttal Győr város hírnevének mind a hazai, mind a külföldi színtereken történő öregbítése, valamint a Györkőc Fesztivál életrehívása és évről évre történő megrendezése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Pro Urbe Győr díjat. Az ünnepség után rögtön kezdődött a Vaskakas legendája című darab premierje, így az igazgatónak sem volt sok ideje feleszmélni a díjazásból, és szintén szerepelt az előadásban. A bemutató sikere után a szülinapi estvégén elfújták a 30 gyertyát az ünnepi tortán. Asszán, uram, ha szólíthatok így? Nem! Na! Asszán! Jó, akkor igen.